Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, ő pedig itt a Napóleon, amit Ridley Scott rendezett, és olyan színészek játszanak benne, mint Joaquin Phoenix vagy Vanessa Kirby. És srácok, én nagyon szeretem a történelmi filmeket, a Ridley Scott rendezte alkotásokat pedig még ennél is jobban, tényleg még azokat a munkáit is bírom a mesternek, amiket a nagy közönség annyira nem kedvel, mint a Gucci ház, vagy mondjuk a Last Duel, az utolsó párbaj sem volt annyira kereskedelmileg sikeres, és én mégis kedveltem. Úgyhogy nagy elvárásokkal ültem be a Napóleonra, és lehet, hogy ezek a nagy elvárások voltak az én vesztem, mert hogy egy kicsit vegyes élményekkel, érzésekkel jöttem ki erről a filmről. Voltak részei, amik nagyon tetszettek, és olyanok is, amik már sokkal kevéssé. Alapvetően a film nem meglepő módon Bonaparte Napóleonról szól, és arról, hogy ő hogyan is lett egyszerű tüzérségi tízből egy legendás világot meghódító, félvilágot meghódító császár, milyen fontosabb momentumai voltak az ő életének és karrierjének, és ezen kívül betekintést kapunk még a szerelmi viszonyába, leginkább egy viszonyába, ami a feleségével volt. És az az érdekes, hogy számomra a Napóleon inkább volt egy ilyen történelmi tabló, amiben felvillantanak bizonyos képeket, korszakokat rövidebb időszakra, mint egy egységes film, ami fel akar vázolni valami gondolatiságot, valami mélyebb mondani valót. Azon gondolkodtam, miközben néztem, hogy ezt gimnazistaként láttam volna, amikor tanulom mondjuk a francia forradalmat, vagy Napóleon magát akár, akkor szerintem nagyon bejött volna nekem ez az egész. Így volt bennem azért némi hiányérzet, azt éreztem, hogy semmiben sem mélyedünk el igazán, nem jut idő mindenre, és ez rányomta a bélyegét a film élményre. Egy fura ellentmondás ez egyébként, mert hosszú a film, hosszúnak is éreztem 2,5 óra, de majd kijön a rendezői változat, ami 4 órás, akkor lehet, hogy helyére kerül minden, és olyan dolgokat is fogunk látni, amitől egységesebb filmélmény lesz az egész, és ezért kevéssé fog hosszúnak érződni, annak ellenére, hogy objektíve hosszabb lesz. Hát igen, érdekes ezt így kimondani, de mégis ez volt az érzésem, miközben néztem a Napóleont. És hát a film erényeivel kapcsolatban még azt el tudom mondani, hogy nagyon jó volt mind a kettő főbb szereplő. Joaquin Phoenix szerintem annak ellenére volt jó, hogy nem annyira találta szerintem érdekesnek a forgatókönyv a Napóleon karaktert, mint amennyire a Napóleon cím ezt sugallja, hiszen róla szól az egész film. De valahogy mégis, hát szóval értitek, erről az emberről elneveztek egy komplexust, és mégis nem annyira tudjuk meg, hogy mi is volt az, ami őt így hajtotta, vezette, csak egy-egy fél mondat van, amit el lehet kapni erre vonatkozólag, de nem mélyedünk el ebben a karakterben annyira, amennyire én szerettem volna. Viszont az ő ellenpontja, vagy párja, a császárné, Josephine a császárné, ő már sokkal érdekesebb volt, és nagyon izgalmas volt nézni az ő dinamikáját Napóleonnal. Ugye a film szerint ő volt az egyetlen karakter, akinek kvázi sikerül felülkerekednie a császáron időnként, vagy a császár megengedte neki, hogy felé kerekedjen. Minden esetre történelmileg ez nem annyira hiteles, valószínűleg az ő ábrázolt viszonyuk, de szerintem egy történelmi filmnél ezt rögtön az elején el kell engedni, mert nincs olyan film, ami hiteles lenne történelmileg. Van egy csomó olyan YouTube csatorna, gondolom párat ti is ismertek, ami kiszokta elemezni, hogy mennyire működik jól egy film, mennyire hiteles történelmileg, és általában azt szokott kijönni, hogy semennyire. Szóval ezt a részét én így hamar elengedtem az egésznek, és érdekesnek találtam az ő kettejüknek a játszadozását, a erez meg, húz meg játékot, hol egyik, hol másikat éreztem, hogy feljebb van, és hát, hogy bemutatták, hogy mennyire nem tudnak létezni egymás nélkül. Ez egy igazi szerelmi történet, vagy úgy is lehet nézni akár. Úgyhogy ez a része izgalmas volt szerintem, viszont a történelmi részekből én sokkal többet el tudtam volna viselni, főleg amikor a csata jelenetek voltak, amik fergetegesek voltak, egyszerűen baromi jól nézett ki mindegyik harci jelenet, nagyon durva, hogy mennyi statisztát mozgattak, hogy milyen jók voltak a felvételek, sajnáltam, hogy nem IMAX-ben láttam, vagy akár 3D-ben, mert egy csomó olyan rész volt, aminél én 3D-s hatást éreztem, annak ére mondom ezt, hogy amúgy nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e ilyen verzió a filmből, de nagyon jól nézett ki, nagyon sokszor éreztem azt, hogy mindjárt arcon fog csapni egy golyó, vagy ilyesmi, szóval kameramenek munkája, hát azt nem lehet túl dicsérni szerintem. A fényképezés már nem tetszett ennyire, egy kicsit lehúzták a kontrasztot, és rámentek ezekre a kékes-sárgás színekre, annak kéne, hogy nyilván voltak szép képek, csak maga a színválasztás nekem nem tetszett annyira, de hát nyilván ez egyéni ízlésnek a kérdése. És hogy még mi volt jó a filmben, hát a humora, mert hogy van ilyen érdekes, fura humor, ez nem tudom máshogy nevezni, amikor mondjuk Napóleon
Napóleon arról beszél az őt rajongó srácoknak, hogy hát igen, minden ember hibázik, mindenki követel hibákat, na, de én nem, kivéve engem, én nyilván nem. Akkor így elmosolyodtam, meg a nézőtéren is lehetett némi kuncogást hallani. Szóval ezek a részei jól működtek a filmnek, de ahogy mondtam, nekem összességében ilyen vegyes élmény volt inkább, mert azt éreztem, hogy rohanunk át a történelmen a fontosabb pillanatokon, és nem mélyedünk el semmiben, és ez az idő, ez főleg Napóleonból magából hiányzott, és egy Napóleonról szóló filmben ezt azért egy nagyobb hiányosságnak éreztem. Úgyhogy összességében nekem ilyen mix élmény volt az egész, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszett, úgyhogy ha láttátok, és remélem ti is moziban, mert így éri meg ezt a filmet megnézni, akkor mindenképpen mondjátok el, hogy nektek mennyire jött be a Napóleon. Én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a mai disputa, találkozunk legközelebb, sziasztok!